A szövetségesek határozatlanságára utal, hogy a segítség megadása nélkül nyilvánosságra hozták az ukrán kérést, miszerint Tomahawk rakétákat kér a partnerországoktól, ami a győzelmi tervnek egy titkos mellékletében szerepel. Jelentette ki Volodymyr Zelenszky elnök október 31-én Kárpátalján a kistérségi és járási vezetőkkel tartott találkozóján. Az államfő felháborodott, hogy a Tomahawk rakétákról szóló információt kiszivárogtatták a sajtóban. Minden terv akkor erős a támogatás ha nyilvánosan el akarunk mondani néhány részletet a tervben szereplő záradékról, amelyek például a rakétákra vonatkoznak, amelyeket a partnereinktől kértünk, akkor először azt mondjuk el, hogy mit adunk, és csak utána mondjuk el mindenkinek, hogy mi van a záradékban. Mert ha az egyik partner először elmondja, hogy mit tartalmaz a dokumentum, az azt jelenti, hogy valójában nem akar adni semmit, és ezzel elhalasztja a döntést, mondta. Október 29-én a The New York Times arról számolt be, hogy a Zelenszky által a győzelmi terben bejelentett nem nukleáris elrettentő csomagban Tomahawk rakéták átadása szerepel Ukrajnának. Ezt magasrangú amerikai tisztviselők is megerősítették. Október 30-án viszont Zelenszky azt mondta, hogy a Tomahawk rakétákkal kapcsolatos információk bizalmasak Ukrajna és a Fehér Ház között. Véleménye szerint az ilyen információ kiszivárgása azt jelenti, hogy a partnerek között nincs titoktartás. Dmitro Kuleba ex külügyminiszter az USA -a, a Fehérház titkos adatai projektben elmondta, hogy Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója kezdete előtt a nyugati szövetségesek azt tanácsolták Volodymyr Zelenszky elnöknek, hogy halála esetére készítse el videó végrendeletét, számolt be a Romácke. Néhány órával a teljes körű invázió kezdete előtt Kuleba munkalátogatáson volt az Egyesült Államokban. Elmondása szerint egy tisztviselő, de Amerika nem első embere, megpróbálta őt is lebeszélni a hazatérésről, mondván, hogy az Oroszországgal vívott háborúban az optimista forgatókönyv szerint csak Ukrajna egy részén lesz lehetőség a legitim ukrán hatalom fenntartására. Jól gondold meg, szükség lesz rád Ukrajna függetlenségének helyreállításához, idézte az ex miniszter a meg nem nevezett amerikai tisztviselőt. Ezt követően kaptam egy üzenetet Ukrajna nagybarátjától, aki azt mondta, Zelenszkének minden esetőségre videó kell rögzítenie, hadd legyen, nyilatkozta Kuleba. Ráadásul a Müncheni Biztonsági Konferencián Kamala Harris amerikai alelnök Kuleba elmondása szerint azt tanácsolta Zelenszkének, hogy készüljön fel a száműzetésben lévő kormány létrehozására, és készítse fel az országot a partizán háborúra. Korábban Bob Woodward, a Washington Post újságírója a háború című könyvében azt írta, hogy 2022. februárjában Kamala Harris arra kérte Zelenszkét, hogy dolgozzon ki tervet arra az esetre, ha megölik vagy fogságba esik. A legfelső tanács elfogadta első olvasatban az Ukrajna 2025-ös költségvetéséről szóló törvénytervezetet, számolt be a korrespondent.net Jaroszláv Zseleznyák parlamenti képviselőre hivatkozva október 31-én. Az ország fő pénzügyi dokumentumát 247 képviselő támogatta. Denis Mihály miniszterelnök megköszönte a testület támogatását, és reményét fejezte ki, hogy az állami költségvetést a lehető leghamarabb második olvasatban is elfogadják. Hozzátette, a jövő évi büdzsé prioritása a biztonság és a védelem lesz. Az emberek és a vállalkozások által befizetett adó összegét védőink és katonai képességeink megerősítésére fordítjuk. Több mint 2,2 billió hrivnyát fordítunk ezekre a szükségletekre, ami a GDP körülbelül 26%-a. Ez 46 milliárd hrivnyával több mint 2024-ben, írtas Mihál Telegram bejegyzésében. Kiskorú halálát okozó baleset miatt indult büntetőeljárás október 31-én, közölte a Kárpátaljai Megyei Rendőrség sajtószolgálata. A hatóság munkatársait csütörtökön délután értesítették az egészségügyi dolgozók egy kisgyermek halála kapcsán. Vízbe fulladt egy négy éves kisfiú a Berekszászi járási Kasszony község egyik termálfürdőjében. A rendőrségi közlemény szerint a gyerek a szüleivel pihent az üdülő központban. A rendfenntartók vizsgálják a tragikus eset körülményeit.